Az energia a fizika központi fogalma. Minden test energiával rendelkezik, ha képes más testek állapotának megváltoztatására. Energiával rendelkezik a forró leves, mert képes más testeket, például a belemerülő kanalat felmelegíteni. Ha egy autó mozog, az energiát szállít, mert egy másik autóval összeütközve azon munkát végez, összenyomja. Energiája van a zseblámpa ellennek is, mert hogyha rákapcsolunk egy izzót, akkor világítani fog. Az energiának tehát számos fajtáját ismerjük. A tapasztalat szerint ezek egymásba átalakulhatnak, de energia sohasem vész el, és sohasem termelődik a semmiből. Ha volna olyan fizikai folyamat, amelynek során energia termelődne, ezzel perpétum mobilét, azaz örökmozgót működtethetnénk. Amióta világ a világ, azóta már sokan próbáltak örökmozgót készíteni, de eddig még senkinek sem sikerült. Dr. L. I. Szabó, azaz Szabó László István, vagy megint másképp, Leslie Szabó, magyar származású kanadai üzletember, több mint egy évtizede vezet Magyarországon egy különleges kutatást, amely a fizika egyik ősi alaptételének megdöntését tűzte ki célul. A professzor úr, ahogy munkatársai szólítják, mielőtt a reménytelennek tűnő vállalkozásba kezdett, már egész fiatalon nagy sikereket ért el szakmájában. Egyszer már nyugdíjba mentem Kanadába a saját vállalatomtól. Akkor kb. 30-31 éves voltam, és 6 hónapig tartott a nyugdíjazás, és rájöttem arra, hogy ez nem nekem való, és akkor újra elkezdtem folytatni a régi munkámat. Annak idején a Gamma Management and Engineering Ltd., ami Limited, annak voltam az alapítója és a majority, tehát a fő tulajdonos. A professzor úr cége a kanadai közüzemi díjakat megállapító hivatalnak és a szolgáltatóknak dolgozott, mint tanácsadó vállalat. Az volt a feladatuk, hogy felméréseket és elemzéseket készítsenek a természetes monopóliummal működő szolgáltatások áram, víz, gáz, telefon költségeiről, a beruházások mértékéről és az elvárható reális profitról. A cég hosszú éveken át működött nagy sikerrel és haszonnal, így dr. Szabó megengedhette magának, hogy 60 éves kora körül ismét a nyugdíjra gondoljon. Ám ekkor újfent történt valami. Felkérték, álljon egy igen izgalmas tudományos kutatás élére. A kutatás célja a fizika egyik alaptörvényének megdöntése. Lehet olyan berendezést előállítani, ami az energia mérlegnek a vagy alul vagy felül megsérítését eredményezni. Mit is jelent ez? Az energiamérleget megsérteni annyit tesz, megdönteni az anyag és energia megmaradás törvényét. Perpétum mobile, vagy még több. Energiatermelés a semmiből. Lehetséges ez? Lényegében minden törvény csak egy hipotézis. Tehát csak bizonyos körülmények között érvényes. Mert hát valószínű, hogy olyan általános igazságok nem nagyon fordulnak elő a fizikában, amelyeket esetleg a későbbi törvények, a későbbi kutatások valamilyen módon ne szorítanának korlátok közé. 1926 óta a Paul Dirac-ék lefektették az új modern fizikának az alapelveit, amit kvantummechanikának hívnak, és végeredményben ők azt mondották, hogy ami a zárt rendszerben igaz az energiával kapcsolatban, az talán nem igaz olyan rendszerekben, amelyek nem zárt. Dirac-ék sok mindennel gondolkoztak, sok mindenen az 1920-as évektől kezdődően. Ezek közül néhányat, mint a kvantummechanikának a matematikai elméleteit egészen jól össze tudták foglalni. Ezzel foglalkozott akkor Neumann János is, őt is lehetett volna említeni. Én nem hiszem, hogy egy ilyen típusú
kézzel fogható, tehát itt ez az egész, egy kézzel fogható elektromos berendezés esetében valami fajta ilyen jellegű kvantummechanikai csodákra kell gondolni. Hogyha Dirac-ra hivatkozunk, akkor az egészet áttesszük egy matematikai formalizmusra, ugye, aki elméleti fizikus volt, tehát ő nem állt neki drótokat tekergetni, ugye? Ez egy más szint. Nem hiszem, hogy a kettőt keverni kellene. Itt maradjunk meg az okozatnál, maradjunk meg a gyakorlati haszonnál, kezdjük ezt el működtetni, és majd rá fogunk jönni, hogy itt milyenek az ok-okozati összefüggések. A Torontóban egy elég nagy laboratóriumot kifejlesztettünk, de az már az én vezetésem alatt történt, és hát összeszedtük az én vezetésem alatt az új csapatot. Hát így kerültem aztán Magyarországra is, mert tudtam, hogy itt vannak olyan jó villamosmérnökök, olyan fizikusok, matematikusok, akikkel érdemes lenne ezt ilyen alapvető alapokból elindítani. Szabó úr tatabányai laboratóriumában jelenleg néhány ember dolgozik, köztük egyetlen egy villamosmérnök, aki szkeptikus a kutatás eredményeit illetően, de kételjeit nem kívánta a nyilvánossággal megosztani. Ugyanakkor sikerült egy komoly tudóst, dr. Szentirmai László egyetemi tanárt szóra bírni. 1979-től kaptam egyetemi tanári megbízatást a Miskolci Egyetem elektrotechnikai tanszékére. Főkutatási problémánk ipari villamos hajtások, teljesítmény elektronika és ipari villamos hálózatok vizsgálatai, mérései, modernizálása. Szentirmai professzor úr számtalan külföldi egyetem vendégtanára, több komoly nemzetközi konferencia és tudós társaság vezető tisztségviselője, publikációk szerzője és díjak tulajdonosa az egyetlen hiteles szakember, akit a Szabó úr által emlegetett Népes Gárdából megtaláltunk, és vállalta a megszólalás kockázatát. Szabó professzor a Miskolci Egyetem hallgatója volt, és éppen tanársegédi kinevezést kapott, amikor 1956-ban elhagyta az országot. Természetesen, mint a végzett hallgatók java része, ő is érzelmileg kötődött az alma materhez, és közös barátaink révén közel 10 évvel ezelőtt kerültem vele kapcsolatba. Az a munkaterület, amivel ő foglalkozik, az manapság nagyon időszerű, mert hiszen az egész világ energiagondokkal küzd. Hogy csak egyetlen egy adatot említsek, naponta a világon 24 millió tonna olaj egyenértéknek megfelelő elsődleges energiahordozót használunk fel különböző célokra, és egy igen tekintélyes rész ennek egy harmada villamos energia termelésére fordítódik. Az elképzelés az volt, az én általam bevezetett új elképzelés a korábbiakhoz képest, ami előttem történt, hogy a geometriáját kellene a mágneses mezőknek megváltoztatni, tehát a tipikus használatban lévő mágneses mezők helyett próbálni kiagyalni olyan furcsa alakú geometriákat, amelyekben a mágneses mező vagy hirtelen változtat irányt, vagy pedig valami csavart felületet fogadni. Tudnélik, ez nem teljesen új volt, mert már Szilárd Leóék is, meg Einstein, amikor együtt dolgoztak, már annak idején felemlítették az Alfven svéd kutatónak a megfigyeléseit, amelyek tudomásom szerint az asztrofizikából ered, hogy ott vannak kialakulóba, és kezdték észlelni ezeket a furcsa elektromágneses jelenségeket, és a maga az a tény, hogy ha nem teljesen szimmetrikus mágneses mezőket használunk, esetleg a mezőknek a viselkedése eltérhet a szokásostól. Úgy tűnik, hogy a csillagvilág egy részére más jellegű fizikai törvényeket kell majd alkotni. Tudjuk például, hogy Einsteinnek az általános relativitás elmélete egy nagyon szép egyetemes törvény,
De könnyen lehet, hogy például a fekete lyukak fizikájára ez már teljes egészében nem használható. Az Alfven esetében, aki szintén Nobel-díjas lett, ő meg a csillagvilágnak a kutatója, tehát az megint egy más nagyságrend, és ott valószínűnek tartom, hogy megint másfajta törvényszerűségek fognak kialakulni. Itt abból kell kiindulni, hogy amit kézzelfogható, itt a nagyok, Amper mondott ebben újat, Faraday, Maxwell, Hertz, Jedlik, Blatty, Déri, Cipernovszky, stb., akik az ilyen típusú elektromos berendezéseket, vagy Siemens alkották. Az igazat megvallva, az elméleti hátteret mi nem ismertük, és ezt titok is vette. A lényeg az volt, hogy mi a mérési metodika, a mérési módszer kidolgozásában és a mérések végrehajtásában próbáljunk olyan exakt, tehát mindenféle kötődéstől független véleményt nyilvánítani, amelyik a szakmai közvélemény számára is elfogadható lett. Tucatjával kezdtük gyártani, nem egyszerre, hanem egymás után, legfeljebb egy-kettő egységet gyártottunk paralel. A már kigondolt, új, furcsa geometriával rendelkező berendezéseinkben ezeket ugye lemértük, és hát nagyon hosszú időn keresztül semmiféle különleges jelenség nem mutatkozott. Tehát mindig regisztráltuk azt, hogy amit betettünk energiát a már meglévő, legyártott berendezésbe, a másik oldalon a mechanikai energia az tökéletesen megegyezett, mint ahogy ezt ugye vártuk is. Annak dacára vártuk, hogy mást akartunk elérni. A 92-ben az történt, hogy az a típusú gép, amelyik a mai napig rendelkezésünkre áll, az a prototípus, az egyik kollega, az egyik csoport tesztelte itt Magyarországon, pontosan Budaörsön ezt az általunk C4x4-nek nevezett prototípust, akkor hát ő, ugye ez a csoport folytatta a korábban kitaposott utat, és hát kezdte a statikus teszteléssel, és hát mérte a megfelelő ki- és bemenő energiáknak a nagyságát, a hányadosát, és hát egyszer jelezte azt, hogy itt valami anomália van, mert hát a kettő nem egyezik. Hát mindenki intett, hogy ezen már keresztül mentünk egy párszor, sokszor előfordult fals riadó korábban is, úgyhogy semmiféle nagyobb dolog nem történt. Mondta, hogy intettünk egyet, mondtuk neki, hogy próbáld meg megint. És akkor megint megpróbálták, és akkor megint ugyanazt jelentették, hogy sajnos azt kell riportolni, hogy sajnos az idézőjelbe, azt kell riportolni, hogy ez a korábban mért eredmény közé nagyon közel kerültünk megint. Amikor először bízták meg a mérési feladatokkal, mit mondtak önnek, mi az, amit mérnie kell, mi ez a berendezés, és mi a célja a kutatásnak? Egy energia átalakító berendezésről volt szó, és arról, hogy itt valószínűleg egy műszaki paradoxonnak lehetünk majd tanúi, amikor a méréseket elvégezzük. Mindenesetre a lényeg az, hogy próbáljunk meg egy olyan mérési metodikát kidolgozni, amelyik a technika mai állásának megfelelő szinten produkálni tudja az eredményt. Mi ez a műszaki paradoxon? Ez a műszaki paradoxon, ami Szabó professzor úrtól elhangzott, az, hogy itt arról van szó, feltehetően a kimeneti oldalon nagyobb teljesítmény fog rendelkezésre állni, mint a bemeneti oldalon. Ez természetesen mindenkinek az érdeklődését felkelti. Később azután a mérési módszer pontosítása és javítása révén nyilvánvalóvá vált, hogy tényleg ez a kis többlet előadódott, azonban itt a veszteség oldal, tehát különösen a
nagy tömegű vasban fellépő veszteség az olyan tetemes, hogy az egész teljesítménynek durván egy harmadát teszi ki, és csak mintegy kétharmad az, amelyik mint villamos teljesítmény rendelkezésre áll. Valamivel több mint 50-60% a villamosenergia formájába kinyerhető, ha mint motorként működtetjük az EBM technológia vagy pedig egységet, és annak a tengelyére egy szabvány, például aszinkron vagy szinkron generátor ráakasztunk, rá szerelünk, akkor az összetermelt energia villamos része kb. 50-60% abban a méretben, ahol most a 720-as tart, a maradék része pedig hőenergia formájában jelenik meg, de gyorsan hozzá szeretném tenni, hogy ahogy a berendezés nagysága nő a kiméréseink alapján, a már meglévő berendezéseknek a mérései alapján, tehát a Baby Lego, meg a C4x4-es berendezésnek a mérései alapján megállapítható volt, hogy ez a arány nő a villamos energia javára. Amit ő mondott, az azt jelenti, hogy ennek a berendezésnek generátoros működtetés esetén 60% körüli a hatásfoka, ugye? A villamos hatásfoka. Hát nem volt szétválasztva külön a villamos hatásfok és a nem villamos hatásfok, és pedig azért nem, mert az eredeti elgondolás az volt, hogy azt kellene vizsgálni, hogy mennyi a kimeneti oldalon a rendelkezésre álló, hasznosítható teljesítmény. És hát ez nagyjából megegyezett a bemeneti oldalon bevezetett teljesítménnyel. Mi a 100% fölöttről beszélünk. Tehát a mi esetünkben arról nincsen szó, hogy valami 60-70-80-98%-os, mi arról beszélünk, hogy valami 110-120 stb. Százalékos. Tehát a ki és a bemenő energiáknak a differenciája fogja megadni nekünk azt, hogy mennyi a kimenő és mennyi a bemenő energiáknak a hányadosa. Tehát ennek mindig 100% fölött kell lenni, mert másképp nem beszélhetünk egy új fizikai jelenségről. Márpedig ez az. És mennyi? Tehát a nagyságtól függően, tehát attól függ, hogy mennyi kilogramm vasat építünk bele a berendezésbe, milyen az átmérője a forgórésznek, és egy csomó, hát nem olyan nagyon csomó, de egy 15-20 másik paramétertől függően az is számít, hogy milyen a teljesítménye, milyen a fordulatszáma, milyen a különböző más paraméter. Éppen ezért a maga a hatások is változik. A két professzor állítása között van egy apró differencia. Ugyanis nem mindegy, hogy a százalékos arányok megállapításakor mit veszünk alapul. Szentirmai professzor a kimeneti oldalon jelentkező teljesítményről beszélt, azaz ha a berendezés 100 egység energia felhasználásával 110 egység energiát állít elő, és ezt véve 100%-nak számítunk kétharmadrész villamos energiát és egyharmadrész hőt, akkor világosan kitűnik, hogy a 10 egység, úgynevezett plusz energia, teljes egészében hő formájában jelentkezik. Ugyanakkor Szabó úr azt mondja, őt a 110 egységből csak a 100-on, azaz a 100%-os hatásfokon felüli 10 egység energia érdekli, és szerinte ennek kétharmada villamos energia és egyharmada hő. Így számítva az eredményt, már a betáplált energiához képest közel 107% villamos teljesítményt kapunk, elenyésző mennyiségű hő mellett. Az eladható energia az mindig az, hogy az eladható, és az a fölött van, mint amit betettem az én gépembe, mint hajtó egységet, ami ahhoz szükséges, hogy azt a csavart, a mágneses teret előállítsam. Mert tudnék, ez a gép ez nem szénen, nem benzinen, keroszinon, mint tüzelőanyag megy, hanem ez felhasználja a megfelelő elektromágneses fluxust. Ez annak a fűtőanyagja, idézőjelbe téve. Tehát, hogyha elő tudok állítani egy bizonyos mennyiségű mágneses fluxust, akár saját magától, a már megtermelt, kritikus sebességre meghajtott egységnél, vagy pedig valahonnan máshonnan azt előállítom,
betáplálom, akkor a gép csinálja maga dolgát, forog és le lehet terhelni. A Szentirmai professzor azt mondta, hogy az összjelentkező energia, tehát amit termel a berendezés, az összenergia körülbelül kétharmada elektromosság, egyharmada hő. Tehát nem a plusz energia, hanem az összenergia. Kétharmada elektromosság, az egyharmada hő. Ön pedig azt mondja, hogy a plusz energiának a kétharmada elektromosság és az egyharmada hő. Így és van. A kettő nem ugyanazt jelenti? Hát arról nem tehetek. De hát a Szentirmai úr végezte a tesztméréseket, ön ráhivatkozott. Nem, ő azt végezte, amit mi leteszteltünk, hogy ők hitelesítsék. Tehát ők nem csináltak egyebet, csak az, hogy amit mi leteszteltünk, nekünk megjöttek az eredmények, csak azt mondok, hát ha mi tévedtünk, hívjunk be más szakembereket, ők is mérjék meg, azt összehasonlítjuk a méréseinket. És ők ugyanazt kapták bizonyos nagyon kicsi hat dilatáción belül, amit mi kaptunk, és azt mondtuk, hogy rendben van. A mai napig próbáljuk definiálni, próbálunk olyan szavakat találni, ami a tudományos igényességet kielégíteni, hogy úgy leírni tömören ezt a dolgot, ahogy mi tudjuk. Na most a legutolsó elképzelésünk ezzel kapcsolatos leírással kapcsolatban az az, hogy egy olyan mágnes mező lett felfedezve, aminek a gerjesztéséhez, tehát a életben tartásához, gyalogos nyelvet használva, és a mozgatásához szükséges összenergia, tehát ezt a két energia mennyiséget, vagy pedig más szóval munkát összeadva, ezen felül képes újonnan felfedezett mágneses, furcsa geometriával rendelkező mágneses tér energiát emittálni, tehát azon felül, ami szükséges ahhoz, hogy ezt élve tartsuk, tehát gerjesszük, plusz mozgassuk, mert mozgatás szükséges hozzá, ennek a kettőnek a szummája kevesebb, mint amit ez a furcsa alakú mágneses tér emittál. Tehát ezt a felesleget fel tudjuk használni energia előállítására. Nagyon sok függ attól, hogy mit mondunk. Hiszen amennyire tudom, a szabadalmi bejelentések sem tartalmaztak egyáltalán olyan megjegyzést, hogy ez az energia átalakító alapjaiban rengette volna, vagy rengetné meg az energia megmaradás elvét, hanem itt arról van szó, hogy egy igen kedvező, az eddigieknél sokkal kedvezőbb hatásfokú energia átalakító megalkotásáról volt szó. És azt hiszem, hogy amikor ezt a fogalmazást használjuk, hogy egy kedvező hatásfokú energia átalakító került megalkotásra, akkor egy kicsit közel járunk az igazsághoz, bár itt talán arra kellene, hogy hivatkozzak, amelyet a feltaláló és az általa vezetett laboratórium munkatársai is hangoztattak, hogy ők tervezési módszerekkel, amelyek rendelkezésükre állnak, meg tudják változtatni a villamos energia javára az összteljesítmény arányát. Hogy itt belül mi történt, ezt most én nem látom, mert ez egy zárt rendszer. Én csak arra tudok válaszolni, hogyha itt belül egy olyan jellegű változtatást javasoltak a korábbiakhoz képest, hogy a fizikának a szokványos ilyen vagy olyan vagy amolyan térelméletétől eltérő valamifajta elméletet alkalmaztak, akkor sajnos ugyanezt az átalakítást a mérőműszereknél is el kell végezni. Vagyis, hogyha itt én klasszikus eszközökkel mérek egy olyat, ami a klasszikus eszközökkel nem mérhető, akkor a kettő egymással nem mérhető össze. Magyarul ez a két műszer ad valamilyen információt, de ez az információ csak a klasszikus térelméletnek megfelelő eszközökre érvényes. Ha itt belül egy másfajta eszköz alakítatott ki, akkor ahhoz kapcsolódóan a két mérőeszközt is
újra kell gondolni, tehát valószínűleg másképpen kell ezt mérni ahhoz, hogy erről tisztes választ adjunk. Ilyen mérőműszerre nincs szükségünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy van egy tengelynyomaték, meg kell nézni, hogy mennyi energiát akár veszünk le, vagy teszünk be a gépbe. Van egy megfelelő villamos kimenetelünk, meg kell nézni, mennyi villamos energia megy ki, és a kettőt ki kell vonni egymásból. Hát ehhez nem kell semmi más. A meggyőző bizonyíték mégiscsak az lesz, hogyha egy gép képes hajtani önmagát, nem? Nem. Hát le tudom mérni azt, hogy mennyi a bemenő teljesítmény, le tudom mérni, mint ahogy be is mértük a kimenő teljesítmény, a kettőt kivontuk egymásból. És ezek exakt számok? Hát mi az exakt szám, ugye vissza lehet kérdezni, de hát mérnöki szempontból, mikor egy hidat megcsinálok, hát a mozgó terhelés a hidon, az egy exakt szám, az egy körülbelüli szám. Hát a gyakorlatnak megfelelően a válaszom igen, ezek olyan exakt számot, amit mérnökileg a gyakorlatban lehet használni. De a fizikának a története, vagy a technikának a története eddig mindig azt igazolta, hogy egy ilyen makro szerkezetben, ha szabad így fogalmazni, csodák nem történnek. Tehát igenis, megfelelő gondolkodással rá lehet idővel jönni, hogy ez az egyensúly hogy alakul ki. Arról ne is beszéljünk, hogy az ilyen típusú méréseknél, különösen amikor energiákat át kell egymásba számolni, ezeknek a méréseknek van egy hivatalosan megfogalmazott hibája. Ez a hivatalosan megfogalmazott hiba, amelyről egyébként Magyarországon egy legalább 300 oldalas szakkönyvet is írtak már, ez a hiba könnyen lehet, hogy éppen annyi, amennyi ezt a bizonyos eltérést adja, ez egy hivatalos mérési hiba, tehát itt nem valami, nem tudom, milyen csodáról van szó, és akármilyen jó szerkentyűt, mérőeszközt alkotunk, ennek a hibának a százaléka valószínűleg túl sokat nem fog változni. 100% fölötti hatásfokról beszélünk, ön mégsem mondta ki sose azt a szót, hogy perpetuum mobile. Na most a hagyományos válasz erre mindig az szokott lenni, hogy ez az, vagy nem az. Most én azt mondom magamnak, hogy végeredményben egy perpetuum mobile, ez a megfogalmazás vajon azt jelenti, hogy valami 1 milliárd évig megy, 5 évig megy, 10 évig megy, vagy meddig megy. Hogyha a világrendszerbe körülnézünk, az állítólag 80 milliárd évig megy. Na most a világrendszerünk az perpetuum mobile, vagy nem perpetuum mobile. Itt olyan nagy a hiba százalék, és olyan sok faktort kell itt figyelembe venni a bemenő és a kijövő esetében, hogy ez az égvilágon semmit nem bizonyít az energia meg nem maradásának a törvényéről. Ez lehetetlen. Itt ezer és ezer különböző összetevőt kellene megmérni, és el kellene dönteni, hogy ez most jó-e nekünk, vagy rossz. Ezt most az egyenlet egyik oldalára tegyük, vagy az egyenlet másik oldalára tegyük. Ugye minden ilyen szerkezetnél ez a gond, pláne ott keletkezik hő, és keletkezik hang, és fény, és ez, és az, és amaz, és az a millió energiafajta, ami tulajdonképpen egy energia, ugye ezeknek az egymásba való átszámítása rendkívül nehéz ügy, nem fog ez semmit bizonyítani. Nem érdemes ezen gondolkodni. Mai napig ez a jelen ismereteink szerint áll fenn, hogy holnap netán valami a világűrből érkezik, vagy ott történik valami nem várt változás, erre vonatkozóan hát profétai jelleggel nem tudunk előre bocsátkozni. Bár vannak bizonyos elképzelések, de a tudomány jövőképében nem illeszkedik bele az energia megmaradás elvének a megváltoztatása. A műszaki szabadalom célja, hogy védje és eladhatóvá tegye a feltaláló szellemi teljesítményét. Ennek egyik kulcsa a szabadalmi nyilvántartás, melyet a világon mindenütt nagy gondossággal vezetnek. Például a Magyar Szabadalmi Hivatal kompjúterében a mai napig megtalálható Einstein Albert hűtőgép szabadalma. A szabadalom tulajdonképpen a jogrend által biztosított, a találmány hasznosítására vonatkozó kizárólagos jog. Ez azt jelenti, hogy a szabadalmas engedélye nélkül más a bejelentett és szabadalmaztatott találmányt
semmilyen módon nem hasznosíthatja. Okiratoknak egy kis részét itt tartjuk ebbe, itt nagyon sok fajta okirat van. Hadd nézzem meg, hogy ez a dosszié, amiket az egyiket tartalmazza. Ez például az Egyesült Királyságnak a szabadalmi leírása, illetve a levelezése. A következő itten egy ausztriai szabadalmi levelezés van, az ottani megfelelő jogügyi irodával, amit véletlenül Grants, Adams és Kamparinak hívnak, és hát itten vagy az van benne, hogy a szabadalmi leírás, vagy pedig éppen vitatkozunk a szabadalmi hivatallal, hogy az ő állásfoglalásuk helyes vagy helytelen a mi szabadalmi írásunkkal kapcsolatban. Az is kiderül, hogy itt egy olyan berendezésről van szó, ami az energia megmaradás törvényét sérti. Nem, ez soha nem derülhet ki, hogyha valaki szabadalmat akar nyerni, mert a világ összes szabadalmi hivatalában eleve ki van zárva az, hogy valaki ilyenre kapjon szabadalmat. Tehát, hogyha valaki mégis olyan berendezést gyárt, mint például mi, hogy ezzel foglalkozik, akkor úgy kell körülírni, hogy ez azt jelentse, hogy ez csinálja az energiát, tehát előállítja, de nem szabad kimondani. A bejelentés elbírálójának lényegében azt kell vizsgálnia, hogy a bejelentett találmány megvalósítható-e, reprodukálható-e, és működése során a találmányi célkitűzésnek megfelelő eredmény elérhető-e a találmány révén. A bejelentések többségénél a találmányt ismertető leírás és rajzok tartalma valószínűsíti ezeknek a feltételeknek a teljesülését. Abban az esetben, hogyha a bejelentési mellékletek információ tartalma ellentmondásban van jelenlegi természettudományos ismereteinkkel, vagy a találmány megvalósítása vagy működése egyedi, nem ismétlődő körülményekhez, különleges egyedi képességekhez kötődik, akkor a feltételek teljesülésével kapcsolatban kétségek merülnek föl. C4-esnek is megvan a külön saját szabadalmi okirata? Hát természetesen, hogy megvan. De most az, hogy pontosan melyik páncélszekrénybe őrizzük, hát ezt pontosan most nem tudom. Tudnék, amit itt látunk, dossziét, ezt meg kell szorozni körülbelül 50-nel. Annyi szabadalmi leírásunk volt a 10-valahány év alatt, ugye? Hát, ez külön maga egy hatalmas munka. Hát igen, ez több millió dollárba került, csak az ügyvédi költségek, amit ugye nekünk ki kellett fizetni. Az egy közismert dolog, hogy nyugaton, az észak-amerikai kontinensen a szabadalmi ügyvédek azok elég drágák. Szabó úr egy kanadai elsőbségű bejelentés uniós elsőbségét igénybe véve nemzetközi szabadalmi bejelentést tett, és a nemzetközi bejelentés alkalmával Magyarországot is megjelölte. A törvényes határidőn belül kérte a magyar nemzeti szakasz megindítását, és a bejelentés eljutott a magyar közzétételig. Érdemben a bejelentéssel kapcsolatban nem tudok semmit nyilatkozni, mert mielőtt a tényleges érdemi vizsgálat megkezdődött volna, a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt a magyar eljárás megszűnt. Ön most egy nagyon nagy horderejű találmányt kíván hasznosítani, ugyanakkor nincsen szabadalma rá. Mert miért nem? Mert nincs. A szabadalmi hivatalban megszüntették a szabadalmi eljárást, mert nem fizették a fenntartási díjat. Hát mi olyanra nem fizet. Ugye az történt nálunk, hogy mi csináltunk 100-valahány prototípust. Megkutattuk azt a típusú geometriát, azt a típusú berendezést, ami fogja azt csinálni, mint az előre itt szó esett. Most ugye nagyon nagy számú tudóssal dolgoztunk, és hát ugye egy-kettő akadna, aki esetleg el akarná lopni a berendezést, tehát mindig beadtuk a szabadalmi leírást arra a prototípusra, amelyik aztán a szemét kosárba került, mert mikor teszt alá tettük a laboratóriumba, akár Houstonba, akár Torontóba, akár Londonba, akár Magyarországon, az derült ki, hogy az a berendezés, az a prototípus nem csinálja. Egy szabadalmakra vonatkozó bécsi adatbázis adatai alapján azt állapítottuk meg,
hogy eddig a bejelentés két helyen kapott szabadalmat, Ausztráliában, illetve európai szabadalmat engedélyezett az Európai Szabadalmi Hivatal. Hát Magyarország is az Euróba csatlakozáshoz fog tartozni, és mikor belép, akkor lesz itt is védelem. Ez külön dolog. Hát akkor legfeljebb beadunk még egyet, még 5000 dollár. Ez az eljárás már nem éleszthető föl. Ha ettől függetlenül Szabó úr még egyszer bejelentené, akkor a saját korábbi bejelentésének közzététele válik újdonságrantóvá. Arra a prototípus, ami nem is akarunk, mert az a szemétbe ment. Tehát ön tulajdonképpen a szabadalom nem izgatja? Nem, egyáltalán nem. A szabadalomban nem lehet védekezni lopások ellen. A szabadalom az csak arra való, hogy az ember például a kokáért üzletet akar kötni, akkor a másik üzletfél mindjárt a szabadalomról kezd beszélni. Tehát ahhoz, hogy eljussunk az A-tól a B-ig, azt kell nekik mondani, hogy a szabadalom be van adva. De a mi szempontunkban a szabadalom semmit nem véd. Általában a találmányokat jelentős anyagi és szellemi ráfordítással hozzák létre. Ha nem lenne az iparjogvédelem és az iparjogvédelmen belül a szabadalmi oltalom, akkor a piaci versenytársak pénz és szellemi ráfordítás nélkül szabadon hasznosíthatják a mások által jelentős ráfordítással létrehozott találmányokat. Nem az lenne a legegyszerűbb, hogyha önök csinálnának egy kis energiatermelő bázist, és adnák az áramot ingyen vagy olcsón, és akkor már mindenki hinne maguknak? Ez folyamatban van, pont Magyarországon. Hát ennek több oka van, hogy Magyarországon van. Az első az, hogy innet óhajtjuk majd ezt az egész dolgot levezényelni, legalábbis a kezdetét. Tehát legyen az, hogy ez igenis egy magyarországi áttörés történt, alapján történt, és Magyarországon az egyik partnerünk, az egyik gyártócég remélhetőleg a 998 évnek a kora őszén el fog készülni ezzel az általunk 720-asnak becézett, elnevezett berendezéssel. Ez a C4-720-as lenne, C4x4 kötőjel 720, és ekkor ezt a berendezést mi kiállítani óhajtjuk. A szerződés alapján, mert ez egy szerződéses megrendelés és elrendezés, ez a 720-as berendezést vagy a Hannoveri vásárra fogjuk, és vagy valamelyik amerikai, észak-amerikai nagyobb vására fogjuk elvinni. Legújabban az ilyen típusú berendezések Dallasba, Texasba kerülnek kiállításra. E mondatok 1998 kora nyarán hangzottak el. Hamarosan ellátogattunk abba a gyárba, ahol az összeszerelést végezték. Itt ígéretet kaptunk, hogy mihelyst megkezdődik a munka látványos része, szólnak és mehetünk filmezni. De nem szóltak se ősszel, se télen, végül 1999 tavaszán egyszer csak megtudtuk, a gép kész. Szabó úr megígérte, kárpótlásként majd a tesztmérések alkalmával forgathatunk. Amikor végre megérkeztünk a titokzatos üzembe, melynek nevét és helyét nem hozhatjuk nyilvánosságra, kiderült, sem elindítani, sem mérni nem lehet az új gépet. Ez a berendezés most fog majd a tesztre kerülni. Ennél a berendezésnél még nem mértünk hatásfokot, de kiszámoltuk, hogy milyennek kellene lenni a hatásfoknak. Adtunk nekik egy intervallumot, adtunk ennek a hatásfoknak egy intervallumot, és ezt akarjuk letesztelni, hogy az igaz vagy nem igaz. Mennyi ez az előre jósolt mennyiség? A legjobb esetben a gépnek a nagysága, tehát ez egy 15.000 kg-os gép, tehát a vas mennyisége ebben 15.000 kg, úgy lett meghatározva, hogy a legjobb esetben a gépnek a kritikus sebessége elérése után a hajtóegységnek az energiatáplálását meg tudjuk szüntetni, és a gép maga átveszi a hajtást, és ez azt jelenti, hogy az általa megtermelt villamos energiának egy részét vissza tudjuk csatolni az ilyen angolul mondva twistit, tehát csavart, a mágneses tereknek az előállítására, ami aztán a forgórész fogja hajtani. Ez a legjobb eset. A legrosszabb esetben kb. 10-15 kW-os
eladható villamos energiát fog termelni a gép. Tehát a határa, az intervallum, ez kb. 10-15 kW az alsó határ, a felső határ pedig az, amikor ki tudjuk húzni a dugót, hogy úgymond a hajtóegységből, a gép olyan mennyiségű villamos energiát állít elő, hogy saját magát tudja hajtani, és még ad bizonyos mennyiségű úgynevezett eladható energiát. Ez a demonstráció lenne a legkézenfekvőbb és legmegdönthetetlenebb bizonyíték. Miért várnak rá? Hát mi azon túl vagyunk, hogy mi a legmegdönthetetlenebb bizonyíték, mert már van két berendezésünk, amit lepróbáltunk, és az már megadta nekünk a bizonyítékot arra, mert azok is 1,5 kW, 2 kW extra energiát termeltek, külföldiekkel, belföldiekkel, szakemberekkel, egyetemi tanárokkal leteszteltettük szerződéses alapon, és hát mi ezen túl vagyunk. Ez nekünk a tervezéshez kell. Hogyha kihúznák a konnektorból ezt a gépet, és menne tovább, akkor mit mondana a tudomány? Örülne a tudomány, és megnézné, hogy hogy változott ez a gép közben akkumulátorrá is. Tehát ezek a nagyon kellemes óhajtások itt a fizikán belül nem nagyon következtek be eddig, és nekem az a véleményem, hogy azért aránylag tisztességesen átláthatók a kémiának is, és a fizikának is az alaptörvényei, tehát itt csak arra lehet törekedni, hogy lehetőség szerint minél olcsóbb energiafajtákból, minél kevesebb környezetszennyezéssel előállítani azt az energiamennyiséget, amelyre szükségünk van. Az itteni kérdésekből is kitűnik, az ön kérdéseiből, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges herkentyű berendezés, és ugye, hogyha megfelelően olyan berendezés van előállítva, amelyik már eleve egy nagy ipartelepet, példának okáért, vagy pedig egy városi nagy tömböt, vagy egy óriási nagy felhőkarcolót ellát a villamos energiával és hővel, vagy pedig hűtéssel, akkor és az csinálja, amit mi állítunk erről a berendezés, hogy ezt tudja képes csinálni, hát azt meg kell nézni mindenkinek. Legalábbis mi úgy gondoljuk, hogyha megfelelő propagandát fogunk eszközölni, tehát nagy televíziótársaságokon keresztül, személyes, stb., akkor valószínűnek tartjuk azt, hogy több százmillió ember óhajtja majd megnézni a berendezésünket. Az egyik ilyen berendezés a tervek szerint 2000 május 1-től lesz megtekinthető a Csepel autógyárban, ahol hatalmas showműsor keretében fogják bemutatni az egész világnak, hogyan termel Szabó úr gépe villamos áramot és hőt a semmiből. De ez még csak a kezdet. A professzor úr további megrendelésekről is beszámol. Az egyik megrendelőnk a Royal Group Technologies Inc., torontói óriás vállalat, 1,5 milliárd USA dollár a forgalma. Ők 5, 10 és 20 megawattos berendezéseket rendeltek meg tőlünk, alá van írva a szerződés, a legelsőnek 14 hónapon belül kell leszállításra kerülni, és utána 2 hónaponként kell szállítani a többit. Van 2 Fülöp-szigeti megrendelőnk, azok 2-3 megawattos gépet írtak alá, ott is kb. 14-16 hónap a megrendelés. Önnek a megrendelők minden további nélkül elhitték, hogy azt, amit állít a berendezéséről, az úgyis van és működik? Nekik csak annyit kellett tudni, hogy nekik ennyibe kerül 1 kWh energia, amikor szállítjuk az energiát, akkor nekik le kell tenni előre a megfelelő, van 7 éves és van 10 éves szerződésünk, nekik előre le kell tenni a bankgaranciát arra az esetre, hogyha a szabad piacnál előforduló esetekben például eltűnik egy vállalat, és egy szerződést aláírt nekünk, akkor valaki ki tudja nekünk fizetni a szállított vagy a szállítandó energiát. Tehát le kell nekik tenni egy megfelelő bankgaranciát arra, hogy a 7 vagy a 10 éven keresztül a havonta benyújtott számlát fizetni tudják. Tehát meg se kell nekik venni a berendezést? Nem is adjuk el. A berendezés nem eladó. Tehát önök csak az energiát fogják eladni? Mi csak az energiát fogjuk eladni. Tudnék, mindenki elejében ezzel a kérdésekkel lépett fel, mint ön is, és hogy úgy mondjam, meguntuk a válaszokat adni erre, mert ugye repetíció állt elő, mindenki ugyanazt kérdezte, hogy miért, stb. És azt mondtuk, hogy nekünk nem az a foglalkozásunk, hogy erre próbáljunk választ adni, és megfordítottuk a dolgot.
egyszerűen úgy azt határoztuk el, hogy mi csak energiát fogunk eladni, és senkinek semmi köze az, hogy hogyan állítjuk elő az energiát. Ennek megvalósításához nagyon sok pénz kell, hiszen önöknek előre kell finanszírozniuk a berendezéseket. Honnan lesz erre pénz? Már szereztünk olyan vállalkozó a bankokat és egyéneket, akik 45 millió USA dollárt fognak első fázisba adni erre a célra, és a többiekhez is most már kezdenek sorba állni. Én biztos nem adnék addig pénzt, amíg nem látnék egy berendezést, ami magától forog. Van önnek pénze? De 45 millió dollárról beszélünk, valószínű, hogy annyi nincsen. És ha lenne, hát ugye attól függ, hogy kockázati tőkése, vagy pedig a konzervatív tőkése, és a többi. Tehát vannak olyan kockázati tőkések, akiknél 45 millió dollár az megéri nekik az, hogy 5 milliárdot csináljanak 20 év alatt. Nem szeretem magamat egyáltalában Einsteinhez hasonlítani, mert messze nem is ismerem az ő dolgait annyira. Viszont ő is alkalmazott megfelelő matematikusokat, megfelelő szakembereket. Ő neki volt egy elképzelése, nekem is volt egy elképzelésem, és ahhoz nagyon komoly, alapvető kutatókra, tudósokra volt szükség, akik a napi műhely munkát elvégezték. De valakinek össze kellett fogni ezt a dolgot, tehát irányítani kellett őket, meg kellett mondani, na most ebből elég, ebbe az irányba most már nem menjünk tovább, ezt tovább kell csinálni, stb. Tehát ott kellett velük lenni, együtt kellett velük lélegezni, és meg kellett mondani, hogy melyik irányba menjünk tovább. Tehát ebből a szempontból én inkább menedzser voltam, mint tudós. Ki fogja kapni a Nobel-díjat? Hát ezt tényleg nem tudom, hogy ez egyáltalában ilyen fajsúlyú dolog-e, és ha véletlenül ez ilyen fajsúly, akkor el kell dönteni azoknak, akik ezzel foglalkoznak. Ez így önmagában soha nem fog Nobel-díjat kapni. Nobel-díjat az az ötlet kaphat, ha meg tudja mondani, hogy ezt a plusz energiát egy másik fizikai törvényszerűség alapján leírva kapja meg ez a berendezés, ha azt jól leírja, matematikailag is jól leírja, ezt a szakemberek végignézik, azt mondják, kérem, ez egy nagy ötlet, mert ez túlmegy mondjuk ezen a Maxwell-i egyenletrendszeren, itt van valami plusz, óriási ötlet, öné a dicsőség. Valószínűleg tartom, egyébként itt van az ötlet. Tehát nem azon kell gondolkodni, hogy semmiből jön az energia, hanem azt kéne megtalálni, hogy honnan jön az energia, ugye? És annak a mérésének kellene utána menni, és akkor könnyen lehet, hogy tényleg be lehet zsebelni egy ilyen díjat. Milyen lesz az a szép új világ, ahol az ön berendezései termelik majd az elektromos energiát? Az egész világról beszélünk? Tehát a földgömbről? Hát kérem szépen, ott az fog történni, hogy nem lesz a mostani energiagyártással kapcsolatos környezetszennyezés, ugye ezt rögtön előre lehet mondani. Nagyon nagy valószínűséggel meg lehetne jósolni azt, hogy óriási gazdasági fellendülést fog ezt nyomon követni, hogy ez pontosan 5 év múlva kezdődik, vagy 10 év múlva, de fog következni. Ez abból ugye ered ez a dolog, hogy a megfelelő energia komponense a gyártásnak, a megfelelő megélhetésnek olcsóbb lesz, és hát ez magával vonja azt a dolgot, hogy nagyobb gazdasági hatásfokkal fog működni minden a világon, ahol energiát használunk, már pedig energiát használunk mindenütt, még a disznó hízlalásnál is, a növény termesztésénél, a különböző helyeken, ugye nem kell felsorolni. Tehát ebből kifolyólag úgy néz ki, hogy a szegények, azok a szegényebb országok, a szegényebb helyeken jobb ellátással tudunk biztosítani megfelelő olcsó energiát, tiszta energiát. Jobb lesz nekik az agriculture-jük, tehát a megfelelő mezőgazdasági szintjük, és lehetne sorolni tovább. Tehát az én javaslatom az, hogy optimisták legyünk ezzel kapcsolatban. Jó napot kívánok! Az Ötvös Loránd Tudományi Egyetem fogadta hívását. Nyomogom most telefonról, kérem tárgyalja a kívánt melléket, hogy várjon a kezelő jelentkezéséig. Egyetem.
Jó napot kívánok! Perpetuum mobile ügyében tud valakit kapcsolni? Perpetuum mobile. Az micsoda? Hát ez a technika mai állása szerint ez teljesen butaság. A műszer és méréstechnika tanszék az, aki nem, én rosszul tudtam, itt nálunk senki, tehát a műszer és méréstechnika tanszék az, ahol foglalkoznak villamosgépekkel. Nem tudok senkit, most konferencia van, mindenki ott van. Badarság.